Több szempontból is különleges volt a Kisvárda számára a haladás elleni bajnoki. Egyrészt Dajka László együttese megszerezte első hazai győzelmét, másrészt pedig több gólt lőtt a meccsen, mint összesen az előző hét mérkőzésen. A gólok sorát Ilics Brana nyitotta meg, majd Horváth Zoltán lőtt közelről Király Gábor kapujába. A második félidő elején Matija Micsis 3 gólosra növelte az előnyt. A folytatásban Priskin szépített, de nem sokkal később egy kontra végén Ilics beállította 4-1-es végeredményt. Érthető, hogy a vezetőedző nem csak a gólok számával, hanem csapata játékával is elégedett volt. Okosan futballoztunk, mint ahogy nyilatkoztam, és nem éreztem azt az igazán nagy dinamikát, ami volt az másik 3 mérkőzésen, de okosan játszottunk, amikor kellett, tartottuk a labdát, helyzeteket alakítottunk ki, és a vezetésünk tudatában pedig veszélyes kontrákat vezettünk, amelyeket góllal is be tudtuk fejezni. Tehát összességében azt mondom, hogy valahol ilyen mérkőzések azért ez közönségszórakoztató. A Kisvárda az első 4 meccsen elszenvedett vereség után a következő 4 mérkőzésen 8 pontot szerzett. A bajnokság negyedénél így a bennmaradás jelentő 9. helyen áll az újonc. Az elmúlt 3-4 mérkőzés, az idegenbeli MTK legyőzése, a Diós Győrnek a hazai pályán való, mondhatom csúnya szóval, lefutballozása, ugyan eredményben nem mutatkozott, mert 1-1 lett a meccs, és hát a mostani már eredményben is sokkal jobb haladás elleni futball mutatja, hogy azok a játékosok, akik jöttek, azok NB1-et tudják. Még akkor is, hogyha az elején egy Ferencvárossal kellett játszanunk, egy Videótonnal, egy Honvéddal, akkor is azt gondolom, hogy lényeges a változás. Annál is inkább, mert a játékrendszerünk gyökeresen megváltozott. A filozófiánk visszatért arra az útra, amelyet meghatároztam 8 évvel ezelőtt, és amit az egész klub képvisel. Tehát a mostani Lacival, a Laci vezetésével, a mostani stáb azt gondolom, hogy teljes mértékben azonosul azzal, amit én megkövetelek tőlük, és tökéletesen végre is hajtják, a játékosok pedig eddig is ezt tudták. A Magyar Kupa országos táblájának első köre miatt a hétvégén nem rendeznek fordulót az NB1-ben. A Kisvárda vasárnap az NB3-es szónok otthonában lép pályára, majd egy héttel később Debrecenben folytatódik a bajnokság Dajka László együttese számára.